Welcome to my laboratory where safety is number one priority. Sziasztok! Ebben a videóban a fegyver meghibásodások típusairól és annak lehetséges okairól fogunk beszélni. A 12-12-es pecsel jóskán megnőtt ezeknek a meghibásodásoknak a száma, és a hiba elhárítás módja is megváltozott. Korábban csak a Misfire volt implementálva a játékban, és ezt szimplán orvosolhattuk azzal, hogy újra töltöttük a fegyverünket. Most már ez a folyamat két lépcsős, kivéve a hárít szintű troubleshooting skill -el rendelkezünk. Első körben meg kell vizsgáljuk a fegyverünket, amit alapból az elgomb lenyomásával tehetünk meg, aztán el kell hárítsuk a hibát, amire a Shift T lenyomása után kerül sor. Én személy szerint ezeket áttettem a T gombra, egyszer megnyomom, átnézi a fegyveremet, a utána duplán megnyomom, elhárítja a hibát. Ha hibára futunk, az a jobb alsó sorokban fog látszódni, piros villogás formájában. Az már nem működik, mint ami régen egyébként működött, hogy fogod is a tárat. Folytassuk ezt a videót a meghibásodások esetleges okaival. Első körben a fegyverünk durability-ét okolhatjuk, ha a fegyverünk megáll a harc közepén. Minél alacsonyabb a durability annál több hiba fordulhat elő. Viszont van egy pár százalékos biztonsági ablakunk, aminek kb. 93 környékén van vége. Ebben a biztonsági ablakban nem kell, hogy előforduljon a fegyverhiba, szóval érdemes lesz most már a felszerelésünket rendben tartani. A fegyver durability -e folyamatosan csökken a használattól. Az, hogy mennyire csökken, az a történt durability burn értékétől függ. Van egy másik dolog is, ami káros a fegyverünkre nézve, ez pedig nem más, mint a hő elsőtől a fegyvered, az hőt termel, ha nem hő ki idejében, akkor elkezd égetni a durabilitét. Ezt mind a töltények, mind a használt alkatrészek, például a Mazel Device-ok, -ok, Handguardok -ok, csövekbe folyásolják. Előbb vagy utóbb az overheating jelenség fog megjelenni, ez azt jelenti, hogy fegyverünk elkezd túlmelegedni. Ennek a túlmelegedésnek négy szakasza van. Az első gyakorlatilag nem befolyásolja a fegyverünk működését, a következő szakaszban a médium overheating esetén a fegyverünk csővel láthatóan vörösen izzik, fegyverünk pontossága csökken. Nagyobb az esélye annak, hogy fegyverhibára fotunk, illetve a fegyverünk is jobban degradálódik. A harmadik fázis a severe overheating,

Na? Maximum overheating és sikerült, ennek a fegyvernek réglenesen annyi. A fegyveret szinte azonnal elakad. Hát az egy érdekes probléma még. Megint csak misfire, nem sült el a töltény. Ez a hiba a töltény misfire chance tulajdonsága miatt jelentkezhet. Gyakorlatilag az történik, hogy van egy bizonyos esélyünk ennek a jelenségnek az előidézésére, low medium vagy high, és ha nincs szerencsénk, akkor ott fogunk állni a tűzharc közepén egy használhatatlan töltényen a fegyver csövében. Misfire. Ott volt egy misfire. Nem sült el. Az akm nem jött elő. Failure to feed. Ez az a jelenség, amikor a fegyverünk nem tud adagolni, nem jut be a töltény a fegyver csövébe. Ez a nagy kapacitású tárak és magas failure to feed chance rendelkező törtények használatának kombinációjából ered. Megnyomjuk a t majd kiderült, hogy failure to feed-re futottunk. Ami nagyon jó, tehát nem tudott feladagolni az adoptár. Kétszer nyomtuk a tévetőt, és el is van hárítva. Failure to eject. A failure to eject esetén a hüvely nem tudja elhagyni a fegyverünket, és ennek köszönhetően a fegyverünk megakad. Ez a hiba előfordulhat a fegyverünk durability éltó a történt húsa miatt. Ó, malfunction to eject. Ez, ez viszont nagyon jó, nézzétek. Ott kikandikál a kis hüvely. Old gem, ez amikor el akar az ütőszeg, túlmelegedés, illetve a fegyver alacsony durability -e okozhatja ezt. Minél alacsonyabb a fegyverünk durability -e, annál több időbe telik ezt a hibát elhárítani. Ugye ja, látjátok, hogy egyre több az ilyen problémánk, ugye a fegyverünk még mindig brutálisan fel van hagyóva. Azt, hogyha megnézitek, akkor az látszik, hogy vörösen nézzük a cső. illetve van a csőszájfék is. Erről a funkcióról nem sokat beszélnek, de abban az esetben, ha van nálunk egy pisztoly, és fegyverünk elakad, a pisztoly ikonja kéken fog villogni. Ha ez idő alatt előveszik a pisztolyunkat, kb. 300 millisekund alatt harcképesek leszünk, és így réglenesen nem kell elhárítanunk a fegyverhibát. Ha hasznosnak találtátok ezt a videót, kérlek nyomjatok a like gombra, írjátok le kommentbe, hogy szerintetek használható -e ez a pisztolyra váltás, hasonló tartalmakért pedig nyomjatok a feliratkozás gombra. Vigyázzatok magatokra tarkóban, sziasztok!